mondani való lényege tulajdonképpen az, hogy nagyon sok mindenben lent vagyunk. Vannak olyan előnyeink, amiben nem vagyunk annyira lent, tehát amelyek közelebb állnak az elérendő feltételeihez. Ilyen előnyünk a földbeli helyzet mellett, ami nem olyan rossz, mert rengeteg potenciális lehetőség van, csak egy kicsit több rugalmasság kéne hozzá. De az egyetlen létező, igazán létező előnyünk, az kérdezhetően a mi előnyünk. Az egész magyar történelmet úgy szokás ábrázolni, hogy a fátunk az ugye felment minket minden felelősség, ha nem minket üldöz valami átok, turámi átok, nem tudom, micsoda. Semmi értelme nincsen. Egyszer egy francia történész barátom Lörgicsi ültük a teraszon, és azt mondja, hát azt mondja, tulajdonképpen tragikus Franciaország sorsa. Mondom, mi? Azt mondja, hát mindig lemaradtuk gondolja mögött. Ugye már a 18. században lemaradtuk a gondolja. Hát ez a tragédia. Ha valaki akar tragédiát találni, megtalálhatja. Ennek nincs abszolút mértéke, sem az enyém, sem a kollektivitás életében. Szóval ez nem igaz. A magyarokra se igaz, de még szomszédainkra se igaz. Hát itt a lap szélén, ahol beszakadunk. Hát azért hány évszázadot túléltünk, és egy normális, a berendezett klubhelyiségben vitatkozunk a jövőről és a jelenről. Hát gondoljunk arra, hogy mi volt itt a második világháború, mi volt itt a török alatt, meg minden. Ez a nép ezt túlélte, mert azért, mert nem volt feminista. Ez a magyar történelem a veszedelmek túlélésének a sikersorozat.